Nagymamám nem biztos, hogy örülni fog, mert lehet, hogy most nekem ez lesz az új kedvenc. Hát igen, már nagyon sok nagymamát magamra haragítottam hasonló okokból. Azért nagy vékony tésztájú édespalacsintája felülmúlhatatlan, viszont ahány ország, annyiféle változat létezik a kenyérrel egyidős finomságból. Az amerikai talán a világ legnépszerűbb palacsintája, de azért ebben a hollywoodi filmek is fontos szerepet játszanak. Illetve hát azért, akinek amerikai palacsintával kezdődik a reggel, annak nagyon-nagyon jó napja lesz, azt tuti. A magyar palacsintába tojás, tej, szóda és liszt kell. Mi a helyzet az amerikaival? Igen, az amerikai pedig rakunk vaníliás cukrot, illetve sütőport, és ettől lesz egy kicsivel vastagabb és sokkal lágyabb a tésztája. Ott a gasztrokultúra elengedhetetlen része. Persze, a palacsinta, minden rengelizőben megtalálható. Pontosan. De Magyarországon mennyire megszokott egy ennyire édes íz reggelente? Én még mindig úgy látom, hogy inkább egy sós reggelivel kezdenek, és akkor utána desszertként fogyasztják ugye az amerikai palacsintát. Nagyon gyorsan ugye megvan, mindent csak bele kell rakni. Ami fontos, hogy a tejnek először csak a felét rakjuk hozzá, sűrűbb masszát keverünk ki, azzal lesz teljesen homogén, és a végén pedig fellazítjuk a maradék tejjel. Szuper, akkor süssük is. Jó, hagyd szóljon. De nem az amerikaiak az egyetlen anglofonok, akik ennyire rajonganak a világ egyik legrégebbi ételéért. Az angol szászok például sütő, evő, feldobó és bizony palacsinta futóversenyeket is rendeznek az étel megünneplésére. És bizony rekordot is döntöttek. 1994-ben ők sütötték ki a világ legnagyobb palacsintáját. A 15 méter átmérőjű és 3 tonna súlyú lakoma nagyjából 2 millió kalóriásra sikeredett. Hip-hop elkészült, és még talán a kevésbé gyakorlott szakácsok is el tudják könnyűszerrel készíteni. Pontosan, egyáltalán nem nehéz. De akkor süssél te is egyet, parancsolj! Kipróbálom, viszont én hoztam saját serpenyőt, és aki lett a palacsintás királyt, az pontosan tudja, hogy miért. Nesze a serpenyő! Köszönöm, nem kell. Itt az enyém. Ó, azt nem lehet. Királyi konyhán csak királyi serpenyővel lehet palacsintát sütni. Picit megége. Valószínűleg ott a hőfok, meg más a serpenyő. Más a serpenyő. A serpenyő! Nem jött be a kezdők szerencséje. Meg is vagyunk. Hát ugye bárhogy ízesíthetjük, tehát édesen, akár békönösen, legtöbb amerikai juharszíroppal szoktam, mi most mit használunk? Mi most egy erdei gyümölcs mártást készítettünk hozzá, kicsike cukor, rámirett erdei gyümölcs, összeforgatjuk, el is zárjuk, és egy kicsi citromlével adjuk meg a savját. Húha, hát azért meg kell vágni rendesen, mert ugye elég magas. Kicsit összeragod a szám az édesnek, de azért ezek az amerikaiak tudnak valamit. De most irány egy másik kontinens. Maszkon keresztül is érzem az isteni illatokat, és ha ránézek, akkor mondjuk én nem ismerem fel, mi készül. Az okonomiyaki japán palacsintánk, ez már jelenleg félkész állapotban van. Mi kerül bele a tésztájába? A tésztája hasonlatos a mi általunk is ismert tocsnihoz. Annyi a különbség, hogy a japán palacsinta káposztával van. Talán állagra hasonlít leginkább a tócsina. Az ingyenc palacsinta alapízét az okonomiyaki szósz adja. Ezen kívül kerül még rá japán majonéz, alga, sushi gyömbér, tonha, pehely, újhagyma és végül egy kis koriander. Oishi! És ha már sós palacsinták, nekünk talán a hortobágyi húsos palacsinta jut először eszünkbe. Kevesen tudják azonban, hogy neve ellenére valójában nem a hortobágyról származik. Az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült, és a névadást csupán marketingfogásnak szánták. Én nagymamám édes palacsintájához vagyok szokva, de a sós ízek ugyanannyira ízlenek. Milyen más változatot tudunk elkészíteni? Van nekünk egy orosz sós palacsintánk, a blini, amihez egy élesztős palacsintatészta keveréket használunk ebből. Ez az alapja az egésznek, és az élesztő az, ami... Ilyen masszív állagú lesz? Igen, de mégis könnyed. A napot jelképező orosz palacsinta különlegessége, hogy tejföl, hagyma és hal is kerül rá. Ízeiben nagyon jó, mivel a hagyma savassága kiegyenlíti a halnak a zsírosabb ízhatását. Ennek otthon is nekiállhatunk, egyszerűen beszerezhető alapanyagokból készülnek, az egyetlen különlegessége csak az arányaiban rejlik.
Szerintem ez vacsorára tökéletes. Ennek az, a palacsintáknak az a különlegessége, szerintem, hogy bármikor ehetem. Ez csak a kedvettől függ.